Na hát egy igazi szenzáció is lehetne ez a mai történetünk, de egy barátunkról van szó, nem szenzációt csinálunk bele, csak elmeséljük, hogy micsoda a nagy munka áll mögötte. Szeretnélek bemutatni. Csipán Máté vagyok. Máté, te az egyik kapusunk voltál az őszi szezonban, igaz? Igen. És mi történt? Egy baleset. Mi történt? Hát sajnos az egyik labda az utolsó pillanatban átravitte a csuklómat, és nagy nehézségek állán kiderült az, hogy törés van, vagy a röntgen nem mutatott ki semmit, és durván 2,5 hónapnak kellett eltenni annak, hogy látszódjon az, hogy törésem van, és muszáj volt megműteni, és összecsavarozni. És most épülgetek. Remélhetőleg még egy, de inkább 2 hónap, és utána tudok újból pályára lépni. Lassan, óvatosan. Erre én itt vagyok még Puffnak a hátadon, elcsallak egy edzésre, beállítalak egy csoportképbe, és itt pattog a labda. Gondolom, hogy legjobban ott szeretnél dolgozni. Az is biztos, pályán szeretnék minden arra lépni. Te mikor kapcsolódtál be ebbe a sportba, a labdarúgásba? A labdarúgásba? Tavaly tavasz környékén. Aha. És mi a jó benne neked a futszában? Ez egy baromi gyors játék. Hát gyors játék, de szeretek védeni. Már kollégiumban is kapuskodtam, védtem, és ezáltal megtetszett a futban. Az egy nagyon kemény sport kapusnak lenni, ugyanis arra gondolok, hogy az még talán félelmetes is. Akkorákat rúgnak, mint ha ágyút használnának hozzá. Hát az biztos, de gyakorolni kell az embernek, és elkövetőek a sérülések. Hiszed vagy nem, egy szurkolód áll itt veled szemben egy kamerával, és arra vagyok kíváncsi, hogy mikor lesz, amikor ideintesz, hogy na, ezt nézd meg a pályáról. Hm? Hát remélhetőleg a következő szezonban már nem tudok lépni. És fogod bírni lendülettel, lélekkel? Persze, lélekkel. Na jó, egészséget kívánunk hozzá! Viszlát!